Sziasztok! Tegye fel a kezét, aki szereti a bűnügyi műsorokat. Szinte megszámlálhatatlan film és sorozat készült már különböző gyilkosságokról, illetve az ezt követő nyomozásokról, ám valahogy sosem lehet őket megunni. Ha már a sorozatoknál tartunk, írjátok meg kommentben, nektek mi a kedvenc sorozatotok, hát ha tudtok egymásnak ötleteket adni. Visszatérve a videó témájára, a legtöbb ilyen műsor olyan eseteket mutat be, amelyeknek pont kerül a végére, vagyis az elkövetőt végül elfogták. Ezzel ellentétben mi összeszedtünk ma nektek 5 sorozatgyilkost, akiknek a személye a mai napig ismeretlen. Ha újak vagytok a csatornán, akkor mindenképp iratkozzatok fel, ha pedig az elsők között szeretnétek értesülni a legújabb videókról, akkor kattintsatok a feliratkozás gomb melletti harangikonra is, és válasszátok az összes opciót. Na kezdjük! Stoneman. A kőember névre hallgató sorozatgyilkos kétségkívül az egyik leghírhettebb bűnöző Indiában. Az ismeretlen elkövető feltehetően több, mint 20 emberrel végzett 1985 és 1989 között. Azért használtam a feltehetően szót, mivel van 2 különböző eset, melyről a hatóságok azt feltételezik, hogy egy elkövetőhöz fűződnek. Az első gyilkosságok Indiában, Kalkutta városában történtek 1989-ben, ahol pár hónap leforgása alatt 13 hajléktalannal végeztek. A kőember onnan kapta a nevét, hogy áldozatait minden alkalommal egy kődarabbal intézte el. A rendőrség a nyomozás során felfigyelt arra, hogy 4 évvel korábban, 1985-ben, Mumbai-ban már történtek hasonló esetek, ezért azt gyanították, ugyanaz az elkövető állhat a háttérben. A hatóságok rengeteg embert kihallgattak, de a mai napig nem sikerült megoldaniuk az ügyet, így a gyilkos kiléte továbbra is ismeretlen. A fantomgyilkos. A Moonlight Murder, azaz holdfénygyilkos, igencsak megkeserítette a texasi Texarkana lakóinak nyarát 1946-ban. Az 5 ember meggyilkolásáért felelős elkövető nevét onnan kapta, hogy kizárólag este gyilkolt. Kevesebb, mint 2 hónap leforgása alatt csaknem 50 emberrel végzett, többet megsebesített. A texasi kisváros lakói folyamatos rettegésben éltek, gyakran még az otthonaikban is fegyverrel az oldalukon mászkáltak, bár ez az Egyesült Államokban amúgy sem olyan ritka. A sorozatos gyilkosságok miatt még kijárási tilalmat is elrendeltek, ezt talán senkinek sem kell bemutatni. A fantom jelzőt egyébként azért kapta, mert 2 túlélő leírása alapján a támadó egy zsákot húzott a fejére, melyen a szemén és száján lyukat fúrt. A hátborzongató, ám máig ismeretlen tettesről film is készült, Rettegés alkonyat után címen megtaláljátok. A New Orleans-i fejszés. A zene kedvelői számára ez egy különösen érdekes történet lesz, mindjárt megértitek miért. A fejszésgyilkos 1918 májusában kezdett el tevékenykedni, nagyjából 1 év leforgása alatt 7 emberrel végzett, és ugyanennyit súlyosan megsebesített. Egy nap levelet írt a helyi újságnak, melyben leírta, hogy a következő áldozatát 1919. március 19-én éjfél után 15 perccel fogja megölni, de megkönnyörüli azok életét, akik jazz zenét hallgatnak. Az említett éjszakán a New Orleans-i bárok hangosak voltak a jazztől, de még a magánlakásokból is hasonló hangok szűrődtek ki. A fejszés ezen az estén nem gyilkolt, ám később még 4 emberrel végzett. Hogy ki volt az elkövető, már valószínűleg sosem tudjuk meg, annyi biztos, hogy igencsak kedvelhette a jazzt. Február 9-ei gyilkos. Nem meglepő módon a február 9-ei gyilkos onnan kapta a nevét, hogy a gyilkosságokat az év ezen napján, azaz február 9-én követte el. Első áldozatával 2006-ban végzett, majd napra pontosan 2 évvel később, 2008-ban újból lecsapott. Az ismeretlen kilétű elkövető tetteit az Egyesült Államokban, Salt Lake megyében vitte véghez. A rendőrség 2011-ben bizonyítékok hiányában felfüggesztette a nyomozást. A történet itt akár véget is érhetne, ám tavaly a hatóságok közölték, hogy sikerült azonosítaniuk az elkövetőt, akit azóta őrizetbe is vettek.
Ha úgy nézzük, akkor ez kicsit kilóg a sorból, hiszen elkapták a tettest, ám úgy gondoltuk, egy említést így is megér az ügy. A zodiákus gyilkos. Végül, de nem utolsó sorban jöjjön a zodiákus, akiről valószínűleg a legtöbben már hallottatok. Na de ki is ő pontosan? Rosszul tettem fel a kérdést, hiszen ezt senki sem tudja, de nézzük meg, mit tudunk róla. Mint szinte minden hírhedt sorozatgyilkos, ő is Amerikában, egész pontosan Észak-Kaliforniában tevékenykedett a 60-as, illetve a 70-es években. Ez idő alatt legkevesebb 9, de saját állítása szerint 37 gyilkosságot követett el. A történet különlegessége abban rejlik, hogy a rejtélyes elkövető folyamatos kapcsolatban állt a rendőrséggel, leveleket küldött nekik. Ezekben a levelekben egyrészt leírta, hogy milyen bűncselekményeket fog elkövetni a jövőben, másrészt még saját személy azonosságára is tett kódolt utalásokat. Ezeknek a kódoknak a többségét azonban soha senki nem tudta megfejteni, így két lehetőség van. Az egyik az, hogy a kódoknak valójában semmi értelmük nem volt, a zodiákus csak a bolondját járatta a nyomozókkal, a másik opció viszont az, hogy a rendőrség egy hiperintelligens elkövetővel állt szemben, akinek észjárása jóval meghaladta mindenki másét. A gyilkos kilétével kapcsolatban számtalan elméletet gyártottak, ám egyik sem bizonyult olyan erősnek, hogy az ügyet megoldottnak tekinthessük. Visszatérve az általa írt levelekre, érdekességként meg lehet említeni, hogy az első titkosírást tartalmazó levelét egy középiskolában tanító házaspár sikeresen megfejtette. A 408 jelből álló titkosírással írt üzenet a következőt tartalmazta. Szeretek embereket ölni, mert olyan jó mulatság. Jobb mulatság, mint vadakat ölni az erdőben, mert az ember a legveszélyesebb állat mindközül. Igen meglepő, hogy ezt a titkosírását milyen könnyedén megfejtették, ám a továbbiakat még a legprofibb kriptográfusok sem tudták dekódolni. Pár hónapja egyébként mi is készítettünk egy kódrendszerekkel foglalkozó videót, melyben a történelem legérdekesebb titkosírásait mutattuk be, valamint még egy kis feladványt is elrejtettünk benne. Ha felkeltette az érdeklődéseteket, a linket megtaláljátok a leírásban. Ezzel a videó végére értünk. Reméljük tetszett nektek, ha így van, akkor nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel, ha még nem tettétek. Köszönjük, hogy végignéztétek, egy hét múlva találkozunk a következő videóban. Na sziasztok!